Köszöntjük nézőinket! A választókerületi vitánk sorában az utolsó, a 10-es számú választókerület következik, és már most felhívom a figyelmüket, hogy este 7 órai kezdettel, vasárnap este 7 órai kezdettel, tehát ezt azoknak mondom, akik élőben látnak bennünket, következik a polgármester jelöltek második összecsapása. Most pedig a 10-es számú választókerület, vagyis Kamaraerdő jelöltjeit ismerhetik meg. Ez a város jól elkülönülő része, ezért is működik itt egy részönkormányzat is, és az eddigi hagyományok szerint a körzet önkormányzati képviselője a részönkormányzat elnöke. Ebben a választókerületben nem öten, hanem hatan szeretnének képviselők lenni, szavazólapi sorrend szerint ismertetem a jelölteket. Nézzük tehát. Keller Drág Kristóf a Fidesz-KDNP jelöltje, Csikós András a Mi Hazánké, Kisfalviné Lauber Andrea a Budaörs Fejlődésért Egyesület jelöltje, Halmai Norbert a Budaörsi Lakótelepért Egyesület színeiben indul, Lévai Ildikó a Budaörsi Vállalkozók Egyesületének a jelöltje, és Török István, aki a Kamaraerdőért Érdekvédelmi Egyesület jelöltjeként szeretne képviselő lenni ebben a választókerületben. A hat jelöltből három jött el a műsorba, kisorsoltuk az első megszólalás sorrendjét, ezek alapján mutatom be a jelölteket, tehát Kisfalviné Lauber Andrea, kezicsoklom. Jó napot kívánok! Keller Deák Kristóf. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött, és Török István, üdvözlöm! Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és a jelenlévőket! Mindenkinek most is 10 perce van, hogy részt vegyen a műsorban. Kezdődjön egy bemutatkozással, programismertetővel. Mit tennének, ha képviselők lennének? Kisfalviné Lauber Andrea. Szeretettel köszöntök mindenkit, Kisfalviné Lauber Andrea vagyok, a 10-es választókerület képviselő jelöltje, Wittinghoff Tamás polgármester úr csapatában, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje vagyok. Kamaraerdőben lakom, itt is élek, és ismerem a Kamaraerdő nehézségeit, fejlesztendő területeit, végigkísértem eddigi fejlődését. Pedagógus vagyok, pedagógusként dolgoztam a Kamaraerdei óvodában is, és 20 évig vezettem ezt az óvodát. Így a munkám során sok gyerek felnövekedését kísérhettem figyelemmel, és ezen keresztül megismertem szüleiket, nagyszüleiket, úgyhogy elmondhatom, hogy Kamaraerdő lakóinak nagy részét ismerem. Én nagyon szeretek Kamaraerdőben lakni, nem csak lakóhely, hanem igazi otthon számomra, és képviselői munkám során azt szeretném elérni, hogy mások is így érezzenek, mindenki úgy érezze, hogy Kamaraerdőben otthon van, Budaörsen otthon van, és jó együtt lenni. Köszönöm szépen, nem is hagyj el nagyon akkor Kamaraerdőt ezek szerint. Igen. Következik Keller Deák Kristóf. Keller Deák Kristóf, másodszorra talán sikerül. Kedves budaörsiek, Keller Deák Kristóf vagyok, születésemtől fogva budaörsi, ide jártam általános iskolába, és tevékenyen részt vettem az egyházközség munkájában is minisztránsként. Én Budaörsöt és benne Kamaraerdőt is az otthonomnak tekintem, és az én célom az, hogy a várost a valódi fejlődés útján indítsam el, és egy jobb, szebb, élhetőbb és szerethetőbb Budaörsöt képviselhessek. Ehhez azonban az önök segítségére is szükség van, ezért kérem önöket, hogy június 9-én támogassák a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjét, dr. Cucor Gergelyt, a képviselőjelöltársai és engemet itt Kamaraerdőn. Köszönjük szépen előre is támogatásukat. Köszönöm. Török István következik. Köszönöm szépen a lehetőséget. Még egyszer tisztelettel köszöntök mindenkit. A legutóbbi időközi választáson ért az a megtiszteltetés, hogy önöket, Kamaraerdőt képviselhetem függetlenként a Kamaraerdőért Érdekvédelmi Egyesület színeiben. 58 éves vagyok, 58 éve Budaörsön élek, feleségemmel együtt egy családi házban három gyermeket, fiút neveltünk fel, van egy tündéri 2 éves kisunokánk, most lesz majd 2 éves, és szeretném kérni az önök megtisztelő bizalmát, hogy az elkezdett munkát az önök érdekében folytathassam, Kamaraerdő zöld maradjon, őrizzük meg a Budaörsnek azt az egyetlen még megmaradt zöld családi házas jellegű övezet lakókörnyezetét, ez a legfőbb célom, és az, hogy Budaörs ne legyen, vagy Kamaraerdő ne legyen Budaörs mostohely gyereke, ezért igyekeztem eddig is sokat tenni, és ezt szeretném a jövőben is. Köszönjük szépen! A bemutatkozás után a műsor most vitával folytatódik, de nem én határozom meg a témákat, hanem a jelölteket kérem erre. Elsőként Kisfalviné Lauber Andreát.
Mi köti képviselőtársaimat Kamarerdőhöz, és milyen megoldandó feladatokat látnak ebben a választókerületben? Köszönöm szépen, adom a megszólalás lehetőséget, de jelzem, hogy nincs kötelező válaszadás, az beszél, aki szeretne, és viszont ez a saját időkeretének a terhére történik. Akkor Kelledre, Deák Kristóf. Köszönöm szépen. Én Kamarerdőhöz kisgyerekkorom óta kötődöm. Én oda jártam barátokhoz, ismerősökhöz sportolni, egyáltalán szabadidős tevékenységet végezni, vagy találkozni velük. Ezt a mai napig folytatom, tehát én a mai napig járok Kamarerdőbe, ugyanúgy ismerősökkel, barátokkal találkozni. Éppen ezért a körzetet ismerem, jártam a körzetnek szinte minden részében, és úgy gondolom, hogy a körzeti problémákról majd itt a vita során részletesebben is be fogunk majd számolni, de nyilván lesznek itt parkolási problémák, beépítési problémák és egyéb olyan problémák, amelyekről úgy gondolom, hogy nem ebbe a kérdés, de későbbiek folyamán részletesebben beszéljünk mindenképpen. Köszönöm, Török István. Bemutatkozásnál kihagytam, hogy nekem okleveles politika tudományi végzettségem is van, és úgy gondolom, hogy helyi politikában az a legfontosabb, hogy a terület legyen képviselve. 2010-ig nekem gyakorlatilag nagyon kevés kapcsolatom volt Kamarerdővel, 10 és 14 között, illetve a időközi választás óta folyamatos kapcsolatom van, rengeteg barátságot szereztem, rengeteg támogatót. Mondják az emberek a problémáikat, egy örömet okoz számomra, ha tudok segíteni, ebben igyekszem. Nagyon sok gond van még most is Kamarerdővel, hiszen egyrészt a város anyagilag eléggé elhanyagolt az elmúlt évtizedekben, illetve vannak például határterületi problémák, Új-Budával, Török Bálinttal kell folyamatosan egyeztetni azokat, hogy meg lehessen oldani, ne legyen túlépítés, maradjon meg a zöld jelleg, ne legyenek olyan eszement gondolatok, hogy a parkból eladjunk egy darabot családi házaknak, vagy oda mozgásszervi központot hozzunk létre. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, ami feladat a jövőben is. Köszönöm. Kisfalvi Nélauber Andrea. Én, a barátaim is ott élnek Kamarerdőben, de saját magam is ott élek minden nap, megtapasztalom a nehézségeket, megtapasztalom azt, hogy milyen átmenni az úttesten, milyen nehézséget okoz, milyen az, hogyha a környezetben tűz van, és segíteni kell a lakótársakon, milyen az, hogyha a gyereket nem veszik fel az óvodába azért, mert csak ideiglenes engedélye van a bejelentkezésével, vagy pedig semmilyen sem, csak ott lakik, de nincsen bejelentett lakcíme. Tehát együtt élek az itt lakókkal, és nem csak a Kamarerdőben lakókkal, hanem a Méhecske utca környékén lakókkal, és a Mávállomáson lakókkal is, hiszen ez a két terület is a 10-es választókörzethez tartozik. Vannak feladatok, és végigéltem azt, hogy hogyan lett elhanyagolt településből ilyen fejlett és szép Kamarerdő. Csak egyet említek példakép, hogy a mocsaras, szemetes területet, ami a jelenlegi közkedvelt hosszúréti patakpartnak a területe volt, akkor, amikor megvette a Wittinghoff Tamás polgármester úr vezette testület, akkor, amikor ezt megvette, a Fidesztől igen sok elmarasztaló szót kapott azért, hogy miért kell egy ilyen szemetes, mocsaras területet megvenni. Aztán most nagyon szép lett, tele mindenféle szórakozási, sportolási lehetőséggel, szabadidő eltöltési lehetőséggel, és most már mindenki szereti. Vannak feladatok, az utak, járdák, a gyalogátkelőhelyek, a meglévő értékek karbantartása, a vízgyűjtőtó karbantartása, megtisztítása és bővítése, funkcióval ellátása, a bicikliút rendezése, a játszótér bővítése és az épített, takarított, mosdóval, pelenkázóval ellátott építménnyel, és most még gondozatlan apró területek, amelyeknek nincsen funkciója, arról valamilyen közösség építésre alkalmas helyeket kellene kialakítani. A kapcsolatépítés az pedig legyen egymásra figyelő, egymást segítő, nyílt és őszinte. Köszönöm szépen. Kíván-e reagálni valaki az elhangzottakra, vagy hozzátenni valamit? Ha nem, akkor gyorsan ránézzünk az óratáblázatra, hogy kinek mennyi ideje van még, és kezdünk egy újabb kör. Kisfalvini Lauber Andrea 6 perc 30 másodperc, Keller Deák Kristóf 8 perc 35 másodperc, Török István 7 perc és 52 másodperc. Most akkor kérünk szépen egy újabb témát Keller Deák Kristóftól.
Köszönöm szépen. Ha már itt fejlődésről beszéltünk, akkor elsősorban képviselőjelölt asszonyhoz lenne kérdésem, hogy a Budaörs Fejlődésért Egyesület előszeretettel mondja azt, hogy Budaörs fejlődik, illetve most, hogy úgy a Budaörs a legfejlettebb város az országban. Én beszéltem a lakosokkal, és ők egy kicsit másképp látják ezt, árnyaltabban látják ezt a képet, ezért az, hogy szerintük ez a fejlettség ez nem teljesen igaz. Önnek mi a vélemény, ön hogy látja, hogy mi az, ami Budaörsöt a legfejlettebb városát teszi az országban? Egy teljesen objektív vizsgálat, több mint 50 szempont szerint vizsgálta a KSH a különböző városokat, így a 15 ezer fő feletti lakosú számú kisvárosokat is, és ebben az 50-nél több szempont szerinti vizsgálatban nagyon sok minden szerepel, például az, hogy mennyire járnak művelődési helyekre az emberek, mennyi a diplomás a lakók közül, mennyi iparűzési adó jut egy főre, mennyi a keresetük egy évben, a bruttó keresetük, milyen az infrastruktúra Budaörsön, és még ezer ilyen dolog van, nem mondom el mind az 52-t, mert akkor elmegy az időm, de ez egy objektív vizsgálatnak az eredménye volt, és itt Budaörs lett az első. Köszönöm. Ehhez a témához, Török István. Most én nem polgármester jelölti vitán vagyok itt, így Budaörs összesembe problémáival nem annyira szeretnék, Kamaraerdővel kapcsolatban szeretnék vitatkozni. Köszönöm. A kérdés feltevőt kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, jelölt asszonynak a válaszát. Én viszont azt látom, hogy itt beszélünk egy egyensúlyintézet által végzett felmérésről, amely viszont azt mutatta meg, hogy bár Budaörs az első helyen maradt, viszont olyan környékbeli települések, mint Budakeszi, meg Biatorbágy kezdenek fölzárkózni Budaörshöz, Budaörs pedig veszített abból a pontszámából. Úgyhogy én igazat adnék olyan szempontból a lakosoknak, hogy látható, hogy Budaörsön a fejlődés, vagy ha lehet nevezni, hogy volt fejlődés, akkor az megállt, vagy nincs fejlődés Budaörsön már legalább 5-10 éve. Köszönöm. Még a témához, Lauber Andrea. Az Egyensúly Intézet közzétette az adatokat, de a KSH végezte a felmérést, és én a magam részéről nagyon nagy fejlődést érzek, úgyhogy engem ön nem kérdezett meg akkor, de most akkor hall egy ellenvéleményt is. Köszönöm szépen. Akkor ha nincs több hozzátennivaló, egy újabb témát kérünk szépen Török Istvántól. Köszönöm szépen a szót. Az a helyzet, hogy nem véletlenül említettem azt, hogy Budaörs azért utóbbi években, évtizedekben többször nagyon elmaradozni hagyta Kamaraerdőt. Hoztam magammal egy kis grafikont. Ez a legnagyobb ív, ami itt látszik, ez amikor én nagyon sokat küzdöttem, 540 millió fejlesztés az idei évben. De a korábbi években volt olyan, hogy csak 20-valahány millió, meg 50 millió körüli volt az összes kamaraerdei fejlesztés, ezeket kigyűjtöttem a korábbi költségvetésekből. Önök jelöltársaim hogy gondolják, hogy lehetne ezt még behozni, illetve milyen összegekre lenne szükség Kamaraerdőben? Igen. Összeg nagysága, megnyilván, hogy mire költenénk. Ki szeretne hozzászólni? Kisfalvinél Lauber Andrea, tessék parancsolni. Nem tudok hozzászólni, még összegekben költségvetést még nem készítettem, mert hogy nem vagyok ilyen helyzetben, de azt a költségvetést, amiről ön beszél, ezt az 540 milliós, ezt a polgármester terjesztette a képviselőtestület elé, a BFE többség megszavazta, és én úgy hallottam, hogy olyan sokat ön nem tett ahhoz hozzá, azon kívül, hogy elmondta, hogy mostoha gyerek Kamaraerdő, és hogyha összehasonlítja a különböző éveket, azért az inflációt is vegye figyelembe, meg azt, hogy mennyi a városnak a bevétele, meg hogy mennyi a tervezet, meg mennyi a zárszámadáskor elköltött összeg, úgyhogy azért ezeket komplexebben kellene vizsgálni. Igen. Témához Keller Deák Kristóf? Én csak azt szeretném mondani, hogy mi a Fidesz-KDNP-nél, amennyiben a lakosok bizalmat szavaznak nekünk, egyrészt olvassák el a választási program, benne van, hogy mi minden fejlesztést szeretnénk, másrészt azon fogunk dolgozni, hogy minden egyes városrész kellő mennyiségű forráshoz juthasson és fejlődhessen. Köszönöm. Török István? Én is reagálnék akkor a saját felvetésemre. Itt látszik ez a pici pötty. Ez az az év, amikor meglettem választva a kamaraerdeiek bizalmából, akkor kaptunk egy darab mobil illem helyet a Kamaraerdei Parkba. Igen, Wittinghoff úr terjeszti be a költségvetést, igen, a testületi többség szavaz, és igen, amiatt, hogy én folyamatosan követeltem bizonyos utcákat, ezért került be. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Akkor mindjárt kezdünk egy újabb körre, ránézünk az órára, az óra összesítő táblázatra. Lauber Andreának van 4 perc 50 másodperc, Keller Deák Kristófnak 7 perc 24 másodperc, Török Istvánnak pedig 6 perc és 35 másodperce. Egy újabb témafelvetést kérünk szépen Kisfalvinél Lauber Andreától. Török Istvántól kérdezem, hogyan fordulhatott elő, hogy nem sikerült kialakítani a beígért gyalogátkelő helyet az Osany híd Kamarerdei oldalán? Igen, ha kíván rá reagálni. Természetesen nagyon szívesen kívánok reagálni. Láttam, hogy képviselő asszony előszeretettel hozta be az én javaslataimat, és hirdeti a Facebookon, különféle fórumokon. Itt van egy előterjesztés a Méhecske utcai gyalogátkelő helyel kapcsolatban, amit én be is terjesztettem a költségvetéshez. Polgármester úr kérésére vettük le, azért, mert egyeztettünk Török Bálinttal, hogy 50-50% finanszírozásban valósuljon meg. Köszönöm szépen. A nézőknek mondom, akik esetleg nem tudják, hogyha átjövünk a felüljárón, ott van egy buszmegálló, és az egyik oldalon száll le valaki, a másik oldalra elég nehéz átmenni, ezért ez merül fel a gyalog hátkelő létesítése. Kisfalvinél Lauber Andrea, reagál rá? Igen, a Pest megyéhez tartozik mindkét település, Török Bálint is, meg Budaörs is. Ön úgy gondolom, és úgy tudom, megnéztem az interneten, hogy ön a Fidesz-KDNP képviselője a Pest megyei közgyűlésben. Igen. És akkor érdeklődöm, hogy itt nem tudott volna valamilyen támogatást találni? Hát sajnos ezzel a képviselőjelölt asszony némi tudatlanságról tesz tanú bizonyságot. Ez a megyei közútkezelő kezelésében van. Fölvettem velük a kapcsolatot, és írtak vissza, hogy Török Bálint önkormányzati területe, Budaörs és Török Bálint egyességére van szükség. Ezt én kértem a polgármester úrtól, és most a közeljövőben, a következő testületi ülésen kérésemre Elek Sándor polgármester úr tárgyalni fogja. Köszönöm. Lezárhatjuk a témát? Oké, akkor Keller Deák Kristóftól kérünk egy újabbat. Köszönöm szépen. Egy Budaörset és Kamarerdőt egyaránt érintő nagy probléma, parkolás. Képviselőjelölt asszonytól kérdezem, hogy tudná nekünk részleteket elárulni itt a korábbi vitákban elhangzott parkolási koncepcióra, amit a BFE állítólag kidolgozott, Hauser Péter ezt mondta, hogy állítólag létezik egy parkolási koncepció, és nem mondott róla részleteket. Hát a képviselőasszony fel tud világosítani minket arra, hogy mik ezek a részletek a koncepcióra. Én képviselőjelölt vagyok, úgyhogy sajnos nem tudok. Köszönöm. Adom vissza a szót Keller Deák Kristófnak. Köszönöm szépen, de ezt a testületet, ebbe az egyesületnek tagja, ennek szeretne képviselője lenni, tehát valószínűleg megosztothatták önnel az információkat, vagy ha azt mondja, hogy nincs, akkor ezek szerint többi képviselőjelölt nem mondott igazat. Tehát ebből is látszik, hogy a BFE-nek nincs elképzelése arról, hogy hogyan lehetne ezt a parkolási problémát megoldani Budaörsön. Össze-vissza beszélnek, hogy van koncepció, nincs koncepció, beszélek róla, nem beszélek róla. Előző vitában Farkas Benedek is azt mondta, hogy van koncepció, de nincsen, majd a lakosokkal dolgozunk ki, meg több koncepció is van, teljes káosz van, 33 éve van ez a politikai tömörülés hatalmon, parkolási probléma nincs megoldva. Köszönöm. Ez a témához még? Akkor én kérdezem, hogy hogy oldanák meg? Tehát milyen javaslatuk van rá? Ugye többféle lehetőség is van, meg még amit nem is tudunk, szóval kinek milyen elképzelése van rá? Keller Deák Kristóf? Az elképzeléseinket egyrészt a választási programban megtalálhatják, másrészt pedig mi úgy gondoljuk, hogy a lakosság széleskörű bevonásával kell ezeket a problémákat megoldani, úgyhogy amennyiben megválasztanak minket, erre sor is fog kerülni. Köszönöm. Kisfalvinél? Én olvastam az önök programját, de nem találtam meg benne ennek részleteit. Akkor a Keller Deák Kristóf kíván rá reagálni? Természetesen kívánok rá reagálni. A programban kívül a lakosokkal való konzultáció is nagyon fontos pont, és a lakosokkal való konzultáció során jutottunk arra, hogy a parkolást az ő bevonásokkal minél hatékonyabban meg kell oldani. Köszönöm szépen. Akkor nincs több hozzátennivaló. Nézzünk időt, vagy mehetünk tovább? Nézzünk. Jó, akkor nézzünk, akkor mutatjuk. Kisfalvinél Lauber Andrea 4 perc 15, Keller Deák Kristóf 6 perc és 1 másodperc, Török István 5 perc 34, és most Török István következik egy témafelvetéssel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Egy kérdésem lenne elsősorban a képviselőjelölt asszonyhoz.
nem sokat tudunk a BFE programjáról, nem sokat tudunk a Kamara Erdei elképzeléseiről. Én megpróbáltam a Facebookon ezt megnézni, egészen az előző választásig visszamenve csak és kizárólag országos nagy politikai ügyekben láttam hozzászólást, semmi olyat, ami Kamara Erdővel kapcsolatos, vagy javaslat, vagy egyáltalán beszélgetés. Szerintem, ha kíván rá reagálni, tessék parancsolni. Az a helyzet, képviselő úr, hogy az országos politikai döntések, a törvények, azok kormány szinten születnek. Egyik napról a másikra elküldik az önkormányzatnak. Annak nincs lehetősége időhiányában, hogy tanuljanak belőle, meg hogy közzétegyék. Azonnal alkalmazni kell ezeket a döntéseket. És ennek hatására a nagy politikának igenis hatása van a városba és a működésre és a döntésekre. Köszönöm. Ugye elhangzott még itt kérdésként, hogy mit tenne, hogy mi a programja, hogy azt nem találta meg. A programoknak nagy részét itt most az első kérdésnél, vagy említettem, bemutatkoztam. Köszönöm. A témához nem? Török István? Hát annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez valóban igaz, amit a jelölt asszony mond. De ez 3200 településre igaz, tehát nem csak Budaörsre, és ez elsősorban polgármesteri hatáskör ezeknek a törvényeknek az alkalmazása, ez ügybe egyeztetések folytatása. Nekünk a szűk lakókörnyezetünkkel, nekem Kamara Erdővel kell foglalkoznom. Köszönöm szépen. Akkor kezdhetünk egy újabb kört? Mert akkor Kisfalviné Lauber Andráé a lehetőség. Jó. Tudják-e képviselőjelölt társaim, hogy kinek a tulajdonában van a budaörsi MÁV állomás, ami a 10-es választókerület része, és hogy hogyan lehetne fejleszteni ezt a területet önök szerint? Igen. Ki szeretne erről beszélni? Keller Deák Kristóf. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehetne fejleszteni, mert én ezt visszadobnám a városvezetésnek, hogy ők vannak hatalmon, nekik kéne ezt már kidolgozniuk, hogy a kötött pályás közlekedés az hogyan lehet még jobban fejleszteni Budaörsön. Igenis. Török István? Lehet, hogy mellé nyúlok, de ez állami vagyunk ezzel, és szerintem a MÁV-nak a tulajdonában van, és rengeteg módon lehet fejleszteni, akár úgy, hogy a MÁV-val aláír Budaörs egy megállapodás, hogy mondjuk teszem azt a régi műemlék hűtőháznak a felújításához forrás biztosít. Köszönöm. Kisfalviné Lauber Andrea. És azt, ahogyan... amilyen állapotban van ez a MÁV állomás, hogy mennyire biztonságos, hogy hogyan lehet ott utazni, hogy hogyan lehet rávenni a budaörsieket, hogy akkor ne autóval menjenek be Budapestre, hanem ezen a kötött pályás közlekedési eszköz használatával. Ezzel kapcsolatban mit tudnának mondani? Keller Deák Kristóf. Bocsánat, képviselőjelölt asszony, felvetettétek megint egy súlyos problémát, ez a közlekedés, erre majd a későbbiek folyamán reagálnék. Ismerem a Kamara Erdélyek problémáit, tudom azt, hogy roppant balesetveszélyesen mennek át sokszor arról az oldalról a vagonok között a MÁV főépület irányába. Hosszabb távú megoldást a Szilvásban kialakítandó intermodális csomópont fog jelenteni, egyébként meg addig is az aluljárót fel kéne újítani. Köszönöm. De ugye korábban arról volt szó, hogy az állami beruházásban... Igen, de a város meg rendelhet hozzá forrást, ha fontos. Igen. Kisfalviné? Lauber Andrea, reagál ezekre? Igen, hogy sokkal biztonságosabbá kellene tenni, az utazó közönséget rá kéne venni, hogy akkor használják, a környezetvédelem szempontjából sokkal pozitívabb lenne ez a megoldás, és a kultúrát várakozási lehetőségnek a kihasználásával kedvet lehetne tenni, vagy kedvelté lehetne tenni ezt az utazást, és szórakozóhelynek vagy kulturális lehetőségnek, térnek lehetne ezt a hűtőházat használni. Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzátennivaló, akkor kezdünk egy újabb kört. Keller Deák Kristóf. Köszönöm szépen. Egy idézetet hoztam, és erre kíváncsi lennék véleményére képviselőjelölt asszonynak. Parkolás, kanyarodnék egy pillanatra vissza, és volt már a 8-as körzet vitáján erről szó. Így szól az idézet: ha este 8 után felállnak a járdára, az se egy nagy tragédia. Abszolút kresszellenes és szabálytalan, de nálunk szükség, de néha szükségtörvényt bont. Ez Bíró Gyula alpolgármester úr mondta a parkolási problémák megoldására. Milyen erről a véleménye önnek? Köszönöm. Nyilván bárki válaszolhat rá. A Kisfalviné Lauber Andrea, ha szeretne, adom a szót, ha nem, akkor nem. Nem, köszönöm szépen. Igen. Most Török István parkolás ügyben. Szerintem nem volt egy bölcs hozzászólás a polgármester úrtól. Köszönöm.
Hallgatjuk. Hát én nagyon kíváncsi lennék azért a képviselőt azt mondani, hogy végül csak egy egyesülethez tartoznak. Tehát ezek szerint elfogadható az, hogy egy regnáló alpolgármester gyakorlatilag szabálytalanságra, egy illegális tevékenységre biztatja a lakosokat? Mert ebből is ugyanaz látszik, hogy a Budaörs Fejlődés Egyesületnek nincs elképzelés a parkolási probléma megoldásáról. Köszönöm. Ugye kamaraerdő jelöltjei, tehát hogyha arra van elképzelésük, ez nyilván egy családi házas övezet, itt is egyre több az autó, itt is az utcán egyre több autóval lehet találkozni. Ha van ötletük, hallgatom, ha nem, akkor természetesen megyünk tovább. Akkor lépünk tovább, Török István következik, miről legyen szó? Köszönöm szépen. Kamaraerdői lakosság tájékoztatása, korábbi sárgalapok, részönkormányzat munkája, és miért nincs részönkormányzati keret, illetve kellene ez? Ez lenne a kérdésem. Igen. Aki szeretne, erről adom a szót. Melyik őjük? Kisfalvi Néla Uber Andrea? Az információ áramlást nem sárgalapon képzelem, hanem más módon. Elektronikus úton már csak a környezetvédelem szempontjából is. És hogy szükség van-e ennek a területnek a részönkormányzat önálló költségvetésére, szerintem nincs. Igen. Keller Dál Kristóf? Én továbbra is azt szeretném mondani, amit korábbi hozzászólásomban elmondtam, hogy a Fidesz-KDNP-nél megválasztásunk esetén a lakosok minél hatékonyabb bevonásával szeretnénk kamaraerdőt is fejleszteni. Köszönöm. Köszönöm. Török István. Én fontosnak érzem a szubszidialitást, fontosnak gondolom, hogy minél több döntés helyben szülessen, ezzel kapcsolatban ehhez legyen forrás is rendelve, évtizedeken át így volt. Sajnos hoztam egy testületi jegyzőkönyvet, pontosan egy részönkormányzatit, ami a rökkeret megszüntetéséről szól. 2015. februárjában volt először ilyen költségvetési év, amit az akkori képviselő és részönkormányzat csont nélkül elfogadott, tudomásul vett, és utána vagy további rökjegyzőkönyv érdekes olvasmány, olvasgatjuk, akkor már ők mondták, hogy de kár volt, mert minden nap probléma van, hogy nincs még 100 000 forintjuk se hirtelen, és gyakorlatilag függé helyzetbe került kamaraerdő, illetve a rök a testülettől. Rök egyenlő rész önkormányzat, csak hogyha valaki esetleg nem értené. Ránézzünk az óra összesítőre, és akkor folytatjuk tovább. Kisfalvinél Lauber Andrea, 2 perc 22 másodperc, mármint ennyi van még neki hátra. Keller Dál Kristóf 4 perc 53, és Török István 3 perc és 3 másodperc. Most ezt a témát Török István vetette fel, tehát akkor Kisfalvinél Lauber Andrea következik. Képviselőtársai, jelölt társaim, önök támogatnák azt a döntést, hogy a települések visszakapják az iskolákat? Igen. Török István. Ha van rá lehetőség, igen. Igen, kellett, de Kristóf a témában. Igen, javaslom, hogy keressék fel a kedves lakosok Lefred Dávid képviselőtársam oldalát, ott megtalálhatják azt, hogy készült egy önkormányzati közvéleménykutatás erről az iskolák kérdéséről, és ott az jött ki a közvéleménykutatásba, hogy az átvétel után javult az iskolák megítélése. Igen. Akkor Kisfalvinél Lauber Andrát kérem, hogy reagáljon és mondja a saját véleményét. Azért szeretném, ha egy kicsit kibontanák, hogyha támogatnák, akkor miért támogatnák a visszavételt? Igen. Nem akarom az időmet ezzel húzni, de most is biztosítunk forrás pluszban az iskolákat. Értelemszerű, hogy akkor városi kezelésben lehet olyan településnél, aki ezt megteheti. Igen, Keller Dál Kristóf nem kíván. Kisfalvinél Lauber Andrea? Tehát én támogatnám, nagyon nem jött be ez a tankerület SD. Elégedetlenek a diákok, mert sérül a tanuláshoz való joguk azáltal, hogy nincs elegendő tanár, és nem tudnak kitől tanulni. A 9 pontban fogalmazták meg a pedagógusok a követeléseiket, hogy min kéne változtatni, mert ma Magyarországon az oktatási helyzet borzasztó. Ebből 8 pont a diákoknak a életének a könnyítéséről szólt, ebből semmi nem valósult meg. Egy részben a béremelésből megvalósult valami kevés, de az is csak arra, hogy míg a környező országokban a diplomás átlagbérnek a 80%-a a minimum, addig a magyar kormány azt tűzte ki célul, hogy 3 év múlva elérik a magyarországi pedagógusok a diplomás átlagbér 80%-át. Köszönöm szépen ehhez, Török István. Negyed gondolat. Egy a probléma, hogy Kamaraerdőben iskola sincs.
meg lett szüntetve a 70-es években. Jelölt azt, hogy egy kicsit úgy csinál, mintha nem Budaörs vagy Kamaraerdő problémája, vagy országos parlamentbe készülnénk képviselőként. Nem ez a legfontosabb Kamaraerdőben, mint kérdés. Ilyen kis Falvinél Ober Andrea. Hát ha iskola nincs is Kamaraerdőben, de gyerekek, tanulók, azok vannak. Tehát akkor érinti őket is ez a kérdés. Köszönöm. Akkor kezdjünk egy újabb kört. Kellett Deák Kristóf. Köszönöm szépen. Képviselőjelölt asszonyhoz, de képviselőjelölttársamhoz is kérdés, hogy önök szerint segíti-e Kamaraerdő vagy Budaörs fejlődését az egyre zsúfoltabb lakóparkok építése? Igen. Miközben Kamaraerdőn ugye jelenleg változtatási tilalom van, de hát ez nem fenntartható a világ végezetéig. Török Istvánnak adom a szót. Ahogy bekerültem a testületbe, érdekes módon rögtön be lett hozva ez a változtatási tilalom, természetesen megszavaztam, és a város egyik legnagyobb problémája ez. Igen. Kisfalvinél Ober Andrea. Az a helyzet, hogy olyan kormányzati döntések születtek, hogy az építés hatóság Budaörsről átkerült Budakeszire. Budaörsnek nincs beleszólása abba, hogy mi épül és mi nem épül, még az ezzel kapcsolatos jegyzői jogokat is korlátozta a kormány a döntéseivel, így aztán csak bejelentési kötelezettsége van egy építőnek, A kormányzati döntések, amelyik segítik, például a lakásáfa 5%-ra csökkentése, az generálja, hogy minél több házat, lakóparkot építsenek. Ennek következtében egy családi házas telekre mondjuk 6 lakásos társasház épül, az autókra, a garázsra egy lakáshoz csak egy autótárolási lehetőséget kell tervezni, holott a felmérések azt mutatják, hogy egy lakásra 2,7 autó jár, ez összefügg a parkolási problémával is. Igenis. Keller Deák Kristóf. Egy idézetet hoztam Bíró Gyula alpolgármester úrtól. Bár kétségtelen, hogy a forgalmat emeli, az a 80 autós ide fogja fizetni a súlyadót. Tehát alpolgármester úr itt azt mondta, hogy őket nem érdekli az, hogy mekkora beépítettség és hányan költöznek be, és mekkora problémát okoz ez parkolás és közlekedés terén. A pénz jön. Önnek mi erről a véleménye? Ezt mikor mondta? Ezt 2019-et egy TV interjúban mondta. Uh-huh. És ön szerint most hová jön a gépjárműadó? Én úgy gondolom, hogy ez az egész probléma, amit a zsúfoltsággal kapcsolatos, erre a BFV-nek nincsen válasza. Elmúlt 33 év, legyünk jó hiszemek 5-10 év, nincs megoldásuk arra, hogy ezt a zsúfoltsági problémát, ami abból adódik, hogy egyre több házat építenek egy telekre, ezt megoldják, mindig csak a kormányra mutogatás zajlik. Képviselő úr, koncentráljon egy picit, azra a kérdésre válaszoljon, hogy hová megy a gépjárműadó 2022-ben is, ne a 2019-es évről beszéljen, 2022-ről, 2023-ról, 2024-ről. Kis Alvinél Ober Andrának lejárt az ideje, Keller Deák Kristófnak adom meg a szót. Nagyon szomorú, hogy képviselőt aztán lehet, de olyan szívesen vitatkoznék erről, de én azért hozom fel ezeket a témákat, mert ebből az látszik, hogy a Budaörs Fejlődés Egyesületnek nincs koncepció arra, hogy hogyan oldja meg ezeket a problémákat. Itt ülünk, és 5 év múlva, hogyha mi leszünk itt a jelöltek, ugyanezekre a problémákra fogunk vitatkozni, mert a BF nem tudja, vagy nem akarja, nem tudom, ezeket a problémákat egyszerűen megoldani, és ugyanúgy, mint a parkolásnál, itt is mondanak mindenfélét, de cselekedetet nem látunk. Köszönöm szépen a témához. Török István? Igen. Jó Istenem. Tehát most, ha valamikor, most aztán déjà vu érzésem volt, mintha testületben ülnék, kormánypárt kontra Wittenhofer BFE vitája, és nem a területről van szó, nem Kamaraerdő érdekeiről. Én szerettem volna hozzá szóba hozni még a játszótér, nagyon elavult játékait, a Kassai utca borzalmas állapotát, a Kolozsvári utcát elönti a víz, nem megfelelő a csapadékvíz elvezetés, a jövő évi kettes ütemű felújítás, Szarka utca, rengeteg kamaraerdei gond van. Szerintem mindenki dönts el, hogy egy terület képviselője akar lenni, vagy országos ügyekben szeretne megnyilvánulni. Köszönöm. Köszönöm. Ha nincs több hozzátenni való, én azért, igen, tessék, Keller Deák Kristóf. BFL 2019, a képviselőtek az összes vitában azt hangoztatták, hogy a képviselők nem csak a saját körzetével kell foglalkozni, hanem az egész várost ismernie kell.
tenni. Köszönöm. A képviselő egyébként az egész várost képviselő nyilván. Így van. És a választókerületi képviselő meg elsődlegesen a választókerületet. Van, de amit nem hangzott el, hogy jelenleg a gépjárműadó az államkasszájába folyik be, tehát nem a város bevétele. Megnézzük az összesítést, hogy kinek mennyi ideje van még. Kisfalvini Lauber Andrea ideje lejárt, Keller Deák Kristófnak van 3 perc és 4 másodperce, Török Istvánnak pedig 1 perc és 46 másodperce, és most a játékszabályok szerint Török István következik. Igen. Ki hogyan gondolja a hatékony képviseletét kamaraelnöknek a testületben? Igen. Egy választ kaphat, hogyha válaszol rá Keller Deák Kristóf. Én válaszolok rá, további kifejezem sajnálatomat a képviselőjelölt asszonyjal, mert nem tudunk itt vitatkozni, de a válaszom képviselőjelölt úr számára az, amit már korábban is elmondtam, hogy a lakosok bevonása, az ő megkérdezés, az ő vélemények meghallgatása arról, miután ők azok, akik nyilván napi szinten ott vannak, és látják, hallják, érzékelik a problémákat, tehát azokat kell feldolgozni és beépíteni a döntéshozatalba, hogy minél hatékonyabban és hitelesebben lehessen kamaraerdőt képviselni. Török István. Köszönöm. Röviden annyi, hogy tessék megnézni a Török István, vagy torokistvan.hu weblapot, ezen rajta van az összes napi rendelőti hozzászólásom. Egy nagy politika sincs benne, csak kamaraerdő. Köszönöm. Na, akkor egy újabb téma, Keller Deák Kristóf. Köszönöm. Maradnék itt még a képviseletnél. Milyen módon vonná be a lakosokat, az őket érintő ügyek hatékonyabb képviseletébe? Török István? Ahogy teszem is, tehát egyrészt a Facebookon van egy nagyon komoly követőtáborom, rengeteg, illetve a honlapon keresztül szeretném még nyomtatott sárgalapokkal újraindításával, amennyiben erre a testület majd forrás biztosít. Igen, és ön? Én, ahogy már korábban említettem, nagyon fontos számunkra a lakosok hatékony képviselete, viszont mi a Fidesz-KDNP-nél elkötelezettek vagyunk abba az irányba, amit Löffel Dávid képviselőjelölt társam már többször felhozott testületi üléseken, hogy több közmeghallgatásra van szükség. Van egy közmeghallgatás, amelynek a lebonyolítása az rendkívül nevetséges, tehát amilyen körülmények között azt lebonyolítják. Éppen ezért szükség lenne legalább 2 évente, illetve több olyan fórumra, akár önk vagy választókerületenként is, ahol meg lehet hallgatni, és a lakosok elmondhatják problémáikat. Köszönöm. Ha ez nincs több hozzátenni való, akkor egy pillanatra ránézünk az óra összesítőre. Keller Deák Kristófnak 1 perc 50 másodperc, Török Istvánnak 1 perc és 13 másodperc, és most Török Istvánt illeti a szó. Jó. Környező településekkel való problémák rendezésére mik a lehetőségek, ki hogy gondolja, illetve hogy gondol. Igen, ugye a 10-es választókerület, ha csak a választókerületről beszélünk, határos Török Bálinttal is, a 11. kerülettel is, meg tulajdonképpen a fővárossal is így módon. Szóval Keller Deák Kristóf? Én úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP, amennyiben bizalmat szavaznak neki a választók, akkor az összes környező településsel a hatékony együttműködésre törekszik, már csak azért is, hogy a közlekedésből adódó problémákat és a parkolásba adódó problémákat is akár közösen tudhassuk kezelni. Köszönöm szépen, én személyes kapcsolatok, tehát Elek polgármester, illetve független attól, hogy milyen pártszínezetű az újbudai képviselős polgármester, egyeztetni és közös megoldásokat találni. Köszönöm szépen. Újabb téma, újabb kérdés, Keller Deák Kristóf? Igen, én azt szeretném megkérdezni, maradjunk még kicsit itt a lakóparkok beépítettségnél, bár Kamaraerdőben ismerjük a helyzetet, de azért egész Budaörse vonatkozón, ami Kamaraerdőt is érintheti, hogy szerint problémát jelent-e ez a folyamatos zsúfoltság és a túlzott beépítettség? Igen. Török István? Nagyon. Közlekedési, intézmény leterheltségi mindenféle szinten. Igen. Abszolút úgy látom, hogy ez egy nagyon súlyos probléma Budaörsön belül, amely nem csak önmagában probléma, hanem további problémákat vet föl, ahogy említettük már a parkolást, vagy akár vagy a közlekedésnek a megoldását. Erre hoztam fel itt a korábbi idézeteket Biro Gyura polgármestertől, amelyből az látszódik, hogy a városvezetés, amelynek ő most feladata lenne ennek a problémának az orvoslása, az nem tesz ennek érdekében semmit. Azt nem mondtál, elárulja, hogy önök mit tennének, vagy mit tennének korábban, másként? Korábban ugye, hasonlóan megkérdezte tőlem, de elmondtam, hogy mi a lakosok bevonásával és választások után azonnal hozzálátnánk a probléma kezeléséhez.
Köszönöm. Ránézzünk az összesítőre, mert szerintem mindenkinek egy hosszabb végszóra maradt ideje. Keller Deák Kristóf 39 másodperc, Török István 50 másodperc, és most Török Istvánt illeti a szó. Akkor én végszavazok, rendben. Én először is szeretném megköszönni azt a bizalmat, amivel képviselő lehettem Kamaraerdőben legutóbb. Én úgy érzem, hogy nyugodt lelkiismerettel, becsülettel igyekeztem megszolgálni ezt a bizalmat. Amit ígértem, hogy nagy politika és párt színezettől függetlenül csak Kamaraerdőért dolgozom, azt megtartottam. Sokkal korlátozottabbak a lehetőségeim, mint a mellettem lévő két nagynak anyagilag, tehát nem tudtam annyi plakátot, szóróanyagot kirakni. Kérem, kövessék a gondolataimat a törökistván.hu-n, illetve a Facebookon, és nagyon megköszönöm azt, ha folytathatom a megkezdett munkát önökért. Köszönöm. Köszönöm, Keller Deák Kristóf. Köszönöm szépen. Kedves budaörsiek, ahogy láthatták ebbe a vitába is, meg a korábbi képviselőti vitákba is, önökre bízom, de a budaörsi fejlődését egyesült számos olyan várost érintő problémában, hogy elhangzott parkolás, közlekedés, beépítettség nem rendelkezik koncepcióval. 33 éve ez a csoportosulás vezeti a várost. Nem látjuk a fejlődést. Nincs Budaörsnek olyan szemlátható fejlődése, amiért ez egy Budaörsöt egy 21. századi városát tehetni. Mi a Fidesz-KDNP-nél azért fogunk dolgozni, hogy ez megváltozzon és valódi fejlődés útjára lépjen Budaörs. Kérjük, hogy június 9-én szavazzanak Czuczor Gergely polgármester jelöltünkre és a Fidesz-KDNP képviselő jelöltjére. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A 6 képviselőből legalább 3 itt volt. Köszönöm szépen a részvételt, a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, akik vasárnap élőben nézik, nekik mondom, hogy 19 órakor élőben láthatják majd a polgármesterjelöltek második összecsapását. Maradjanak velünk!